Vállalkozók a nemzetközi szintére. Ez a címünk, és fogadjátok szeretettel a résztvevőket, Bódi Gabriellát, akivel már találkozhattatok, Prohászka Andreát a Tutti Élelmiszeripari Kft-től, és Takács Fulai Viktóriát a Blue Colibri International Kft-től. A beszélgetés vezetésére, a kérdések feltételére pedig Dincsér Andreát kértük meg, a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségének női vezetői klubjának vezetőjét, a yourstory.hu integrált marketing és kommunikációs ügynökség alapító vezetőjét. Tiétek a pálya. Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntelek titeket itt, és köszönjük itt ezt a lehetőséget. Gondolatébresztőnek egy kedvenc kutatásom eredményét hoztam el számotokra. Ezt a CleverPap nevű üzleti döntés előkészítő adatbázis végezte. 2 éven keresztül figyelték 200 cég több mint 600 döntését, üzleti döntését. És azt látták, hogyha egy férfi helyett több férfi hoz döntést, akkor már 73%-kal jobb döntések születnek. Ha nőt is bevonnak, akkor ez fölugrik 80%-ra, hogyha eltér korban is, ugye itt tehát vannak korkülönbségek is a döntéshozók között, akkor ez fölugrik pár 80% fölé jóval, és ha még lokáció szerint is, tehát származás szerint is színes a bor, akkor egészen majdnem 90%-kal jobb döntések születnek. Úgyhogy itt a sokszínűségre már nagyon sokat beszélgettünk, mert ugye a multi környezetről és Szabinával áttértünk a vállalkozói létre. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy mutassuk meg itt a kedves hallgatóságnak, hogy mennyire sokszínű most ez a beszélgetés. Ugye 5 szektort is képviselünk, ezt majd mindjárt elmesélitek, és ugye a ti szektorotokban hogy néz ki a sokszínűség? Erről is meséljetek nekünk. Kezded, Gabi? Persze. Amit az én vállalkozásom, a mi vállalkozásunkra tudni érdemes, ez egyébként 3 területet ölel fel, az egyik a HR, a másik a tanácsadás, a harmadik pedig a képzésfejlesztés. Én kifejezetten a mai napra a nemzetközi piacon lévő projektünket hoztam, és erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, mert egyébként nagyon sokat lehetne itt elemezni az összes piacot, de alapvetően azt lehet látni, hogy a HR és a képzésfejlesztés az egy nőies piacnak számít, iparágnak számít, és minden inkább megyünk a hard skill-ek felé, tehát a tanácsadói területen pedig inkább férfiak vannak, és ugye felülreprezentáltak azok a szakemberek, akik magas edukációval rendelkeznek. Most ezeken a területeken belül is ez tovább lehetne szegmentálni, hogy a színes bőrű nők mennyire nem nagyon kapnak lehetőséget, itt sem az előrelépésben és a magasabb pozíciókban. Ez sajnos nemzetközileg is ugyanilyen adatokkal tudok jönni. Plusz ugye még egy érdekes téma az, hogy az LMBTQ queer közösség mennyire vagy hogyan van reprezentálva. Majd erre szerintem később a tanult kollégára rá fog csatlakozni az adataira, amiket hozott. Szuper, köszönjük, Andi. Ugye egy egészen más szektorból érkezel. Így van, én egy kicsit kilógok a sorból, mert én nem cégalapító vagyok, mint a két hölgy mellettem. Én átvettem a céget, én generációváltó vagyok, nekem édesapám alapította a céget, és hát nem is annyira izgalmas iparágból jövök, mint ők. Én a nagyon hagyományos élelmiszeriparból jövök, bár hozzáteszem, azért már nálunk is vannak izgalmas részek, mert az árbevételünknek már több mint a fele táplálékkiegészítőkből származik. Nagyon sok olyan brandet mi fejlesztünk, gyártunk, akinek van egy arca, egy tulajdonosa, de nincsen gyártócége, ő eljön hozzánk, és mi legyártjuk ezt a terméket. Úgyhogy dióhéjba ezzel foglalkozunk. Hát nálunk én vagyok az egyetlen nő a menedzsmentben. 4 férfi kollégával dolgozom, amiből egyik az öcsém, úgyhogy még így bonyolítsuk a dolgot. De én ezt nagyon élvezem, és nagyon egyetértek azzal, amit a Szabina is mondott, hogy a diverzitás az nagyon fontos, és az Andi adatai is abszolút alátámasztják. Mi nagyon-nagyon jól tudunk itt dolgozni, és én nagyon remélem, hogy majd ez a menedzsment, hogyha szélesedik ez a kör, akkor hölgyeket tudok majd bevonni, úgyhogy én nagyon azon leszek, hogy bővítsük a hölgyek körét nálunk. Szuper, ezt vehetjük ígéretnek. Igen. Viki.
Igen, sziasztok! Én egy kisebb cégtől jöttem, amit 2019-ben alapítottunk egyébként. Ketten, tehát mi ketten vagyunk alapítók, egy férfi alapító társal, úgyhogy majd erről is mesélek nektek a startup alapítási élményeiről. Mi alapvetően szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, de egyébként mire eljutottam, hogy ezt így hangosan kimondtam, hogy én egy szoftverfejlesztő vállalatot vezetek, azért az egy pici idő volt, mert hogy nekem a hátterem az HR, és egyébként én HR tanácsadó voltam korábban, és mi egy, amikor elkezdtük még, akkor a Blue Colibri egy belső kommunikációs szoftver volt, és én valahogy ezt egy ilyen, nem tudtam ebből a HR tanácsadásból kilépni, és amikor rájöttem, hogy több IT-s kollégánk van, mint nem IT-s kollégánk, akkor esetleg, hogy igen, tehát mi egy szoftverfejlesztő céget építünk, ugye akkor még ketten, most meg már közel 40-en egyébként. Hát annyira sokkoló adatokat nem fogok mondani, ugye nekünk gyakorlatilag most a fejlesztőinknek majdnem 100% a férfi, pont most vettünk fel egyébként egy női fejlesztő kollégát. Minden évben van egy ilyen, minden évben a szülnapunkon egyébként van egy ilyen kis játék, hogy üzenhetsz az egy évvel későbbi csapatnak, és általában a fejlesztőink, van egy fejlesztőnk, aki mindig azt írja, hogy legyenek már női programozók is, úgyhogy idén egyébként elértük ezt, de maga a csapatunk egyébként eléggé színes, mert ugye azért a sales marketing, illetve az IT projektmenedzsment területen ott eléggé sok nő van, úgyhogy nagyjából így fele-fele. Sőt, az IT projektmenedzsment területén egyébként ott átvették az uralmat a nők, egyetlen egy férfi kollégánk van, pedig egy majdnem 10 fős csapatról beszélünk. És ha már egyébként startup környezet, akkor még azt szeretném megemlíteni, de talán ezt is egyébként ezzel is tisztában vagytok, hogy most persze ez egy adat, de hogy nagyon közelítenek egyébként ehhez a számok, hogy jelenleg az egész világon a kockázati tőke, amit megkapnak a startupok, annak csak 14%-a megy olyan startupokhoz, ahol van női alapító. És ez még rosszabb egyébként akkor, és talán erre majd Gabi is rá fog csatlakozni, hogyha csak női alapítású a cég, akkor gyakorlatilag 1%-ról beszélünk. Tehát azért ezt így kimondhatjuk, hogy a világ kockázati tőkéje az a férfiaknál van nagyjából. Úgyhogy a startup világban pedig ez a helyzet, ott most éppen azzal találkozok sok színűség tekintetében, hogy örülnek, hogyha van egy női startup alapító is a csapatban. Gabi abszolút rácsatlakozott, mutatta az 1%-ot, amikor van. Tehát, talán ez azért is van, mert ahogy rálátok valamelyest a magyar startup világra, azért kevesebb a nő, aki mer vállalkozni, aki mer, van annyi önbizalma, és belemer vágni egy startup elindításába. Ti ugye már elmentetek a nemzetközi szintér felé is, ugye ez is a beszélgetésünk címe, mert bennetek volt bátorság nem csak céget alapítani, 3 gyermek kell átvenni egy céget, mert ugye az se kisebb bátorság, azt gondolom, hanem már nemzetközi piacra is mentetek. Honnan jött ez a bátorság, hogyan és hol vagytok? Hogyan léptetek piacra, és hol vagytok jelen most? Gabi, kezded. Szívesen. Igen, fontos a bátorság. Azt tegyük hozzá, hogy én lehetek bármilyen bátor, hogyha a környezetem erre nem alkalmas, és hogyha nincsen egy olyan támogató közeg, aki ezt lehetővé teszi. Nekem az üzlettársam volt alapvetően ez a támogató közeg, Péter nélkül ezt nem lehetne megcsinálni. És nekem nincs gyerekem, nincs családom, tehát fogalmam sincs, hogy egyébként egy átlagos, tipikus női életet élő ember ma Magyarországon hogyan tudja ezt megoldani úgy, hogy olyan társadalmi elvárások vannak, vagy mondjuk egy klasszikus hetero párkapcsolatban él. Én ugye queer emberként rám nagyon nem vonatkoznak, hál' Istennek, ilyen megkötések, szabályok, elvárások, vagy bármi. Ezért én úgy érzem, hogy nekem sokkal nagyobb szabadságom van, és szabad terem van ezáltal. Tehát, hogy a kérdésedre is válaszoljak, eldöntöttük, hogy szeretnénk csinálni, körbejártuk, lekutattuk, és neki mentünk. Tehát én nekem így alakultak a dolga. És ez a szörfözős életmód, vagy gondolkodásmód is segített ebben téged? Abszolút, igen. Amiről hallhattunk. Andi, kedves.
Ugye mi 86-ban alakultunk, az még eléggé a szocializmus volt, ugyan már a vége, de akkor sem volt egyrészt divat céget alapítani, másrészt exportálni. Hát az én apám ez mindkét ilyen predesztinált dolgot abszolút felrúgta, egyrészt megcsinálta a céget, és szinte rögtön az exportpiacra lépett. Nagyon nagy falnak futások voltak, ebben voltak, Andi nagyon sok sztorit ismer, még a Nyesztermenti Köztársaságban is exkluzív fagylatbeszállítási jogot kaptunk. Aztán mi odaértünk volna nagyjából, a Nyesztermenti Köztársaság is megszűnt, nem is létezett, de hogy voltak nagyon érdekes sztorik, de mára ez nagyjából odafejlődött, hogy közel 60 országba szállítunk, és abszolút az export a fejlődésünknek az egyik fő kulcsa. Covid előtt már volt olyan, hogy az árbevételünknek több mint a fele exportból származott. Aztán persze a Covid az mindent újra rajzolt, és most épp a belföldön hasítunk nagyon szépen. De az export továbbra is nagyon-nagyon fontos, nagyon sokat kiállítunk, megyünk külföldre. Most jöttek meg a kollégák éppen Dubajból egy nagyon nagy élelmiszeripari kiállításról, és folyamatosan szinte negyed évente megyünk kiállítani. Úgyhogy mi nagyon-nagyon nagy lehetőséget látunk az exportban. És akkor ugye egy startupnak a definíciója az, hogy óriási globális potenciálra rendelkezik, tehát nálad az evidencia, hogy... Igen, egy kicsit igen, le is lőtted a folyén, tehát hogy nekünk... Nem, de hogy is, nem, ahhoz, hogy ott az elején mi kockázattőkét kapjunk, gyakorlatilag bele kellett írni a prezentációba, hogy mi nemzetközileg szeretnénk sikeresek lenni, úgyhogy nem nagyon volt más lehetőségünk, mert hogyha nem írod bele, hogy nemzetközi szintéren szeretnél, akkor gyakorlatilag nem is vesznek komolyan, úgyhogy még eléggé friss tapasztalatokról tudok nektek beszélni. Hát igen, beleírtuk a prezentációba, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz egyébként egy szoftvert kivinni külföldre, úgyhogy egy magyar headquarterrel rendelkezel. Úgyhogy mi küzdünk rendesen azóta is egyébként. Most jelenleg 10 országban vagyunk jelen. Idén szeretnénk megnyitni az első német irodánkat. Egyébként ennek az a legfőbb oka, hogy Németország az egyik legfőbb célpiacunk, és Németországban meg nem nagyon vesznek komolyan, hogyha nem német céggel mész oda. Itt nem nő-férfi egyáltalán, hanem meglátják azt, hogy ez egy magyar cég, akkor nem nagyon tudsz versenybe szállni. Ez nyilván a szoftverfejlesztésre vonatkozik, és a mi területünkre, ezt nem tudom egyébként általánosan, hogy van. Úgyhogy mi ezért alapítjuk meg a német céget. És hát nyilván azt azért látnotok kell, hogy mi kétszer kaptunk kockázati tőkét, a legelején egy indulót, meg útközben még kaptunk egy második befektetést, és azért a befektetőink pénzével egy picit könnyebb nagyot álmodni és kockáztatni, mint mondjuk a saját pénzeddel. Tehát hogy nyilván nekünk ez is kellett, hogy legyen mögöttünk egy befektetői csapat, akik támogatnak minket, és akik konkrétan erre adnak nekünk pénzt, és de még mindig egyébként körülbelül az üzletünknek a 85-90% az Magyarországról jön, olyan 10-15% jön, talán most már ez egy picit magasabb külföldről, de még mindig egyébként a marketing és sales költségeink azok a külföldi bevételeinket súrolják. Tehát, hogy ez nem annyira fekete és fehér nálunk, hanem még küzdünk, és nagyon-nagyon sok tőkét kell abba beleraknunk, hogy sikeresek legyünk külföldön. Elindultunk, van már sok országban partnerünk, de nem egyszerű. Ugye mondtátok hány ország, itt nagyon, nagyon nagy számokat hallottunk, főleg Andinál, és hát ide utaztok is, tárgyaltok, élményeitek gyűlnek a különböző tárgyalási szituációkból. Női vezetőként, ha egy olyan extrémet kellene, ami egy olyan extrém helyzetet kéne elmesélni, akkor melyik lenne az, amit így elmesélnétek itt nekünk? Megosztanátok velünk. Andi, te Dnyesztert már hoztad. Én ott nem voltam, mert akkor még óvodás voltam.
De volt egyébként a legextrémebb helyzet az, ahova soha nem megyek el, a legnagyobb exportpiacunk, ami Szaúd-Arábia. Tehát ha rám néztek, nem én vagyok a megfelelő tárgyalópartner egy szaúdi vevőnek, úgyhogy elég hamar rájöttem, hogy én ezt így elengedem, tehát hogy oda nem nekem kell menni, nagyon szuper férfi kollégáim vannak, és akkor ők elmennek oda, úgyhogy én ezzel tudom leginkább segíteni, ami nagyon nagy szaúdi üzletünket, hogy nem megyek oda. De nem tudok mindig kibújni ez alól, mert hát el is jönnek hozzánk, ugye akkor nem bújhatok el, tehát akkor azért mégiscsak illik megjelennem, és hát ott vagyok a tárgyalásokon, de azért ez nagyon vicces, hogy hát mind a cégnek az első számú embere, elmondom, megcsinom a prezentációt, és akkor mindig vannak ugye aktuális dolgok, és hát én elmondom a válaszomat, de utána ránéz a szaúdi partner a kerigazgatónkra, hogy egy férfi is mondja már el, hogy akkor hol hihető is legyen a dolog. Hát így nagyon szoktam rajta mosolyogni, de nem csinálok belőle nagyon nagy ügyet. Tehát ez egy teljesen más kultúra, hogy ne szeretném adni a mi termékeinket, akkor túl kell azon lépnem, hogy hát nő vagyok, akkor ez a feladat háruljon a férfi kollégákra. Úgyhogy én nagyon szeretem egyébként az arab piacot, mert nagyon jó minőségű termékeket lehet nekik gyártani jó áron, és nagyon szívesen kimaradok a tárgyalásokból, ha ezzel segítem a dolgot. És ennél sokkal nagyobb sokkért Magyarországon. Hát igen. Tehát ami nekem úgy érzem, hogy nagyon nagy sok volt, az én kiválasztásomnál történt. Valójában szinte mindig predesztinált volt, hogy én fogom átvenni apukám helyét. Hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, van egy öcsém és egy húgom. És hát én voltam alapban az, aki mindig nagyon meg akart az apjának felelni, tehát én nagyon-nagyon élveztem vele a munkát. 2004-ben kezdtem el egyébként a cégnél dolgozni. És valójában nekem akkor lett apukám, mert előtte ő mindig dolgozott. Tehát nagyon kapcsolatom szinte nem volt vele, ez akkor alakult ki, mikor elkezdtünk együtt dolgozni. És aztán teltek, múltak az évek, jött nálunk egy cégkivásárlás, mert volt két másik tulajdonosa, és amikor ennek a nagy folyamatnak a végére értünk, akkor eljött az az idő, hogy ki kellett választani, hogy ki lesz apám utódja. Csak hogy nekem addigra már volt két gyermekem. De hát azt gondoltam, hogy jó, én bele tudok állni ebbe a szituációba, ha elhiszi róla más is, hogy meg tudom csinálni, akkor meg fogom tudni csinálni. De aztán jött a harmadik, akit nem terveztünk. Hát ő egy igazi Katinka lett, akkor lett a harmadik egy kislány, aki nagyon megszeretett volna születni, és teljesen átrajzolta az életet, és én ezzel a lendülettel el is engedtem, hogy jó, hát három gyerekkel, hát megmondták, mindenki megmondta, három gyerekkel nem lehet céget vezetni. És akkor én ezt úgy nyugtáztam is, hogy jó, akkor pipa. De akkor értünk ennek a cégkivásárlásnak a végére, és az én apám egy olyan megtört ember lett ennek a két éves dolognak a végére, hogy azt láttam, hogy ha valaki nem áll bele abba a szituba, hogy tényleg átveszi az ő helyét, akkor ő nagyon hamarosan ebbe el fog menni. És elhívtunk egy külső szakértőt, mert mondtam az apámnak, hogy ez tök jó, de azért mondja már meg valaki kívülről is, hogy most tényleg alkalmas vagyok. Tehát mi ezt így kitaláltuk magunknak, de nézzék meg a többieket is. Hát vannak még négyen a menedzsmentben. Ha ő is azt mondja, hogy tényleg nincs jobb, akkor majd át fogom menni. Hát meg is kaptuk ezt a szakértőt egy elég erőteljes ember személyébe, aki két nap tréning vagy ilyen beszélgetés után félre hívott, és azt mondta nekem, hogy Andika, amit alapban nagyon szeretek, ha így hívnak, tehát már jó a kezdő, de mondta, hogy hát igen, tényleg nincs jobb, mint te, tehát hogy ezt a feladatot el kell vállalnod másfél évig, addigra az öcséd majd így beletanul, és mert tudod, a te körülményeid, hát azok erre nem alkalmasak, hát három gyerekkel, hát tényleg mit akarsz? És álltam ott, és hallgattam ezt előtte általam nagyon okosnak titulált embert, hogy most komolyan azt kéri tőlem, hogy én itt másfél évig itt ilyen híd legyek, és akkor utána majd a két prohászka ottó között, majd én itt így utána még így átadom a helyemet. És mondtam neki, hogy nem. Tehát, hogy nem. Nem. Meghúzott egy olyan ravaszt bennem, hogy szerintem mind amikor így kilövik a golyót, akkor úgy indultam el, és először nagyon szerettem volna neki bebizonyítani, hogy meg tudom csinálni, majd meglátod. Aztán rájöttem, hogy egyébként nagyon nem érdekel, hogy mit gondol. Magamnak kell leginkább bebizonyítani, úgyhogy de ez egy hosszú út volt, amíg idáig eljutottam, úgyhogy nagyon kellett hozzá talán az, hogy ő nem hitt bennem. És ő ezt teljesen komolyan gondolta, hogy három gyerekkel, hát hogy mit gondolok én egyáltalán, és ez nekem nagyon fájt. Sokkal nagyon fontosabb volt, hogy te higgyél saját magadban.
De az hosszú idő volt, és kellett az, hogy néhány olyan ember higgyen bennem, már azelőtt, hogy én hittem magamban, aki el tudta velem hitetni, hogy hát meg tudod csinálni, de ez nagyon kellett, sokat segítettek. És szuperül végig evickeltél ezen az időszakon. Gabi, te három szektorban látod a különbségeket magyar és nemzetközi szintéren. Mesélj egy történet, egy kedvenc történetedet ebből a szempontból. Hát vannak történetek, kedvencem sajnos nincs, mert nem tudok vicceset mondani, inkább negatívat tudnék. A tanulságos. Igen, és talán nem is szeretnék ezekbe annyira belemenni, inkább általánosságokat hoznék, amik ugyanúgy Magyarországon és nemzetközi szinten is látom. Kifejezetten most, ha már női vezetőkről beszélünk, az még mindig jellemző, C-level szinten is, hogyha kávét kell kitölteni, akkor elvárják, hogy ha egy darab nő van, de az menedzsment tag, akkor is ő töltse ki a kávét. Ha arról van szó, akkor asszisztáljon, jegyzeteljen, és rengeteg láthatatlan munkát végeznek ezek a nők a szervezetben is. És én Berlinben élek, tehát hogy ezt azért hozzátenném, hogy ez nem Németország. Németországban is nagyon hasonló problémákat látok, mint itthon, és ez egy globális helyzet. Látok javulást, a nyitottság az megvan, meg az igény arra, hogy változtassunk. Elég sok diversity, equity, inclusion munkát végzek, ami sokszínűség és befogadás körülbelül magyarul. Hát azért vannak még hiányosságok mindenhol. Köszönöm, hogy fordítottad. Viki. Nekem csak most jutott eszembe egyébként egy történet, ez nem is olyan régen történt. Ausztriába mentünk ki egy globális céghez prezentálni, és hát kivonult a delegáció, három férfival mentem egyébként, az alapítótársammal, a sales vezetővel és egy másik sales-es kollégával, és hát ott volt egy nagyon nagy csapat, és ez egy nagyon fontos prezentáció volt, és hát gyakorlatilag 90%-ban én beszéltem, tehát én vittem magát a prezentációt, és ez egy hosszú, tehát ez egy 3 órás megbeszélés volt, és akkor a legvégén odajött hozzám az ottani HR vezető, odaadta a névjegykártyáját, átnyújtotta, és mondta, hogy én amúgy felvennélek téged. Mondom, köszönöm a visszajelzést. Hát azért eltettem a névjegykártyát rosszabb időkre, de igen, mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, most egy picit más ambícióim vannak jelenleg, de igen, ez egy hölgy volt egyébként, aki odajött hozzám, de picit úgy éreztem, hogy valószínűleg jól sikerült a szereplés, de valószínűleg nem jött át nekik, hogy ki vagyok, hanem lehet, hogy úgy gondolták, hogy én vagyok a lelkes szélszes kolléganő, nem tudom, de minden esetre jót mosolyogtam rajta. És mondtam is egyébként hazafele a fiúknak, hogy csak mondom, hogy én itt kaptam egy állás lehetőséget. Már elkeltél. Azért igen, itt meg kell becsülni. Amikor indítottuk a Női Vezetői Klubot 5 évvel ezelőtt, egyértelműen látszott, hogy rengeteg még a tennivaló egyébként multinacionális környezetben, de a magyar KKV-k környezetében még inkább. Igazából az lenne most a kérdésem hozzátok, hogy egyrészt, ugye többféleképpen tettünk azért, hogy változtassunk, egyrészt azzal, hogy mi fejlesztjük saját magunkat, másrészt, hogy teszünk, ahogy te is mondtad, hogy sok szervezeted vagy dolgozol aktívan, illetve ez a harmadik, hogy szervezetekhez csatlakozunk, akik ezen dolgoznak. Ti milyen szervezetekben dolgoztok, vesztek részt, vagy egyénileg mit tesztek azért, hogy változzon ez a mai helyzet? Gabi? Az Egyenlítő Alapítványa dolgozom egyébként a legtöbbet, ott a HR csoportot vezetem. A Nyitottak Vagyunkban is aktívan részt vettek, ott nagyköveti szerepen van, interszekcionális témákban keresnek, tehát a roma-queer témákban, roma-queer nő témákban. És a harmadik szervezet, akik egyébként a mai napon itt vannak velünk és jelen vannak, az UCU alapítvány, szerint látom sokan már ismerős. Ott kifejezetten egy olyan projekten dolgozunk együtt, ami roma nőknek a segítésére lett kitalálva.
roma körök, tehát roma női köröknek szerveznek találkozókat, ahol megtalálhatják a saját hangjukat, ahol a problémájukra nyitottan tudnak beszélgetni, és ezt képzeljétek el, hogy ez gyakorlatilag egy teljesen formabontó és új találmány Magyarországon, még nem volt ilyen, úgyhogy ha tudtok, akkor kérlek adományozzatok nekik, kint az asztalokon megtalálhatjátok a flyereket, szórólapokat erről. És ugye, amikor beszélgettünk felkészülve mára, akkor mondtad, hogy véleményed szerint az üzleti jövő kulcsa az a közösségépítésen alapul. Hát ezen is dolgoztak. Ugye, hogy miért gondolod ezt így? Milyen hasznot látsz ebben, ha valaki közösségekben működik? Abszolút. Ellentétbe hoznám azzal, amit szerintem nagyon sokan tanulunk, meg amit kapunk, hogy egyedül kell tudnod megállni a helyed, neked kell tudni például vezetőként mindig mindenre a választ, és ez nem így van. Tehát a közösségekben kezdesz el gondolkodni, és hálózatokban sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban, és elképesztő, hogy mekkora a különbség azok között, a hatás között, amit el tudsz érni. Tehát, hogyha én, amikor elkezdtük ezt az egész projektet, az Eurékát, lassan tíz évvel ezelőtt, hogyha én akkor elkezdtem volna már időben, közösségekben gondolkodni, mentort keresni és emberekkel összefogni, akkor hát a csillagos ég, hogy hol tartanánk most. Szóval ugye ezt nem fogjuk sosem megtudni, de jól haladsz. Andi, drága. Hát én is elég későn jöttem rá arra, hogy kellene magamat valahogy fejleszteni, mert persze, amíg nem voltam ügyvezető, apám is pusolt, küldött mindenhova, mindenféle helyekre, meg tréningekre. Én nem igazán találtam meg ezekbe úgy azt a nagy fejlődési lehetőséget, és mikor ügyvezető lettem, és nyakamba szakadt egy nem kicsi cég, és itt néztem, hogy úristen, tehát hogy ezért mind én felelek. Tehát, hogy nem az volt, hogy felépítgettem én magam, és lett egy szép nagy cég, hanem nagyjából kaptam egy kész, elég nagy vállalatot, és rögtön jöttek a kételjeim, hogy úristen, hát elég jó vagyok én ehhez. Mit tudnék én tenni ahhoz, hogy fejleszthessem magam? És így rájöttem, hogy én olyan emberektől tudok tanulni, akik ugyanazt csinálják, mint én, aki szintén vállalatvezető. És én magam kerestem és találtam meg azokat a vezetőket, akiktől, mint mentoroktól tanultam nagyon-nagyon sokat az elmúlt 2-3 évben, kimondottan egy valakitől, de aztán közben ez a kör kicsit kiszélesült, és én nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy keressen olyan mentort, aki neki hiteles, akinek elismeri a munkáját, és higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sokat fogtok tőle tanulni. Úgyhogy én ezt mindenképpen ajánlom. Szervezetekben valójában két szervezetben veszek részt, az NVK Női Klubjának vagyok a tagja most már több mint egy éve, illetve van egy Magyarok a Piacon nevezetű szintén üzleti klub, ahol kimondottan hát magyar tulajdonú KKV-knak a vezetői vannak. Itt már 10 éve vagyunk tagok, és én elnökségi tag vagyok is 9 éve, és nagyon-nagyon élvezem ezt a munkát. És ez volt az a hely, ahol rájöttem, hogy ez egy nagyon jó közösség a többi vezetőtől. Ott már rengeteget tanultam, és hát ott is választottam ki azt az egy szemét, aki úgy gondoltam, hogy leginkább közel áll hozzám, és őt kértem fel arra, hogy pallérozzon és csináljon belőlem vezetőt. Úgyhogy ezt is nagyon ajánlom mindenkinek. Nagyon jó ilyen közösségekbe járni, ahol amiből építkezni lehet, ahol olyan emberekkel találkozol, akinek hasonlóak a gondjai. Egy vállalatvezetés az egy nagyon-nagyon magányos dolog, és én ezt sem tudtam addig, amíg nem lettem az. Apukám elfelejtette odaadni az ügyvezető kézikönyvét. Tehát, hogy pont most mondtam a mentoromnak, hogy én nem kaptam kézikönyvet, tehát én, és kérdezte, hogy megkérdezted apádat egyébként, hogy kell céget vezetni? Mondtam, hogy nem. Azt mondja, kérdezd már meg. Úgyhogy hazamegyek, mert ez pont ma reggel történt, mielőtt idejöttem. Hazamegyek, most már meg fogom kérdezni apámat, hogy most így néhány év táblatában mondja már el, hogy kell céget vezetni. Hát, ha mond újat. Azért a példamutatás fölnőve mellette azért az elég sokat számított szerintem. De ez nagyon fontos dolog, amit behoztál, ugye a vezetői magányosság enyhítésére tökéletesek ezek a közösségek. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt felvetetted, Viki. Én külön olyan egyesületnek vagy társaságnak nem vagyok egyébként a tagja, ami női vezetőket fog össze, vagy női vezetőket támogat. Ez most még előttem áll, hogy csatlakozzak.
Az én másik szívügyem a Blue Colibri mellett egyébként, az inkább a és az nem kifejezetten nők, hanem úgy alapvetően a fiatal egyetemistáknak a támogatása. Én a Youth Business Groupnak az egyik alapítója is vagyok, az még egyébként a Blue Colibri előtt történt. Ez a szervezet ez egyébként 21 diák szervezetet fog össze, és gyakorlatilag tanítja és képzi a fiatal diákokat különböző területeken. Úgyhogy én ebbe raktam annó borzasztóan sok energiát, legfőképpen a Blue Colibri előtt, meg még ott az elején párhuzamosan. Most már kevesebb időm van, de én is egyébként folyamatosan mentorálok, és próbálom átadni a tudásomat, habár most éppen férfiakat, és nem nőket, mert hogy én inkább így magáról a vállalkozói létről beszélek, és nem a női vállalkozói létről, de hogyha valaki szeretne esetleg külön erről is hallani, akkor abszolút nyitott vagyok. Szóval, hogy én hiszek abban, hogy a jövő generációját, ez tényleg ott kell lenni példaképnek, ez már nagyon sokszor elhangzott ma, de hogy inspirálni kell őket, és én nagyon szívesen osztom meg egyébként a tapasztalatomat, mert hogy én most, ahogy így hallgattam a beszélgetéseket, én fel tudok idézni konkrétan, nem is olyan régről, így a karrierem elejéről, mármint hogy a Blue Colibri elejéről, amikor én is egyébként volt olyan, hogy elfogultabb voltam mondjuk egy férfival, és ez most pont most esett le, és így ültem, hogy Jézusom, tényleg egyébként, úgyhogy szerintem fontos, hogy ezekről beszéljünk, fontos, hogy ezekből tanuljunk, és ezt a mindsetet próbálom átadni. Minden esetre mi egyébként céges szinten, meg, vagy legalábbis most itt ülnek a kollégáim is páran, tényleg arra törekszünk, hogy nem kifejezetten nőkre vonatkozóan, de hogy alapvetően egy nagyon-nagyon rugalmas munkakörnyezetet biztosítsunk, tehát, hogy most nem is akarok belemenni, de tényleg gyakorlatilag mindenben próbáljuk támogatni a rugalmasságot, az anyukákat a cégnél, az apukákat a cégnél, úgyhogy nem nagyon fordult elő szerintem olyan szituáció, hogy mi azt mondtuk volna, hogy most ezt te nem csinálhatod, mert dolgoznod kell, hanem mindig rugalmasan álltunk ehhez. Már behoztad a rugalmasságot, mint kvalitást, de szomszéd teremben volt egy nagyon jó kis workshop, egy részén volt szerencsém részt venni, Antoni Nelli vezette, és az volt a címe, hogy nő és vezető, és azt kérte a legelején, hogy egy cédulára azt írjuk le, hogy miért jöttünk erre egy szóban, és én azt írtam le, hogy igen. Hogy most az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem hozzátok, hogy mik azok a kvalitások, biztos jól előre tartotok már azon ismereti munkában, vezetőként kénytelenek vagytok. Mik azok a kvalitások, amik sikeressé tesznek titeket, akár már a nemzetközi szintéren is? Gabi. Az első dolog, ami eszembe jutott, és azért is somolygok itt magamban, mert hogy én ezt már több férfitől megkaptam, nem pozitív értelemben, a makacság. És ez működik. Egyébként ez nagyon jó, amikor ha készültünk anno még fiatalként interjúra, és akkor volt ez a tipikus interjú kérdés, hogy mondj, hogy a HRS majd biztos meg fogja kérdezni, hogy egy negatív tulajdonságot mondjál, és akkor mindig mondták, hogy mondd a makacságot, mert az jó a cégnek, lehet, hogy egy kicsit negatív, úgyhogy ezt tök jó, hogy behoztad. Igen, egy ambivalens dolog, de hogy érdekes, tudjátok, hogy kinek a szemszögéből nézzük, tehát, hogy ki mit akar kitől és miért. Szóval ezt már többször megkaptam, hogy makacs vagyok, és ez szerintem nagyon hasznos. A másik meg a határfeszegetés. Én ezt a kettőt mondanám. Ez a innovatív gondolkodás, a határfeszegetés? Abszolút, vagy a saját határaimat, a cégnek a határait. Mire vagyunk képesek, hova tudunk eljutni, minden szempontból mindig egy következő szint, reziliencia, ilyesmi, nagyon sok minden van benne. Szuper, Andi. Makacságban én is nagyon jó vagyok. Tanítani tudná, az nagyon megy. Nálam egyébként szerintem a kulcs volt az önbizalom. Nekem nagyon nem volt önbizalmam, és sokan el se hitték, hogy miért nincsenek a lánynak egyáltalán önbizalma. Hát tudnám sorolni, de nagyon sok minden, nem volt. És nekem az volt a kulcs, hogy bírjam már elhinni magamról, hát ha ő elhiszi, meg ő elhiszi, akinek én elhiszem, hogy elhiszi, akkor csak van igazuk, és ez egy nagyon
nagyon hosszú út volt. Tehát nekem abszolút az önbizalom felépítése volt az, és még most is a velem foglalkozók szerint nem ott jár, ahol kellene, de már haladok. De ez a kulcs ahhoz, hogy elhiggyem, hogy meg tudom csinálni. Szóval én azt gondolom, hogy a makacság mellett ez egy nagyon jó dolog, ha ez van. És hát a reziliencia az meg cégszinten, az meg azt gondolom, hogy nem is lennénk itt, most már lassan 40 éve megvan a cégünk, hogyha nem tudtunk volna mindig minden egyes helyzethez iszonyúan jól alkalmazkodni. És ezt meg is kell tartanunk, mert most olyan világot élünk, hogy most már ez a normális, hogy semmi sem normális. Én azt vártam, mikor 3 éve beültem az ügyvezetői székbe, hogy hát milyen jó lesz majd itt így ügyvezetek, aztán jött a Covid, háború, meg minden jött, és akkor vártam, hogy majd a következő év az mindig jó lesz, és rájöttem, hogy ezt engedjük el, most már ez a normális, ha most ilyen világot élünk, akkor ebbe kell valahogy boldogulni, úgyhogy... Ezt ez tetszik, ezen hátradőlök és ügyvezetek, ezt így... Ez jó. Akkor meg 2 szörfösünk van. Viki, te is szörfös vagy? Te is a reziliens oldalon állsz? Igen, abszolút. Én most egy jó nagy közhelyet fogok mondani, de ez jutott eszembe, és szerintem ez az, ami rám a legjobban jellemző. Ez tényleg a folyamatos tanulás. Tehát az, hogy ugye ezt említettem is, és talán akkor a példa az annyira nem lesz közhely, hogy nekem gyakorlatilag 2019-ben, meg 2020-ban meg kellett tanulnom, hogy mi ez a szoftverfejlesztés, és meg kellett tanulnom, hogy mi az, hogy szerver, meg mi az, hogy autentikáció, meg hogy én egyáltalán nem voltam képben ezekkel a dolgokkal. Szerintem ami az én sikerem kulcsa, és az akár egyébként, hogy a férfiak is komolyan vettek, az az, hogy iszonyatosan sok energiát és időt tettem abba, hogy képezzem magam ezen a területen, és nem álltam meg addig, amíg nem értettem meg azt, hogy mi történik, és így gyakorlatilag komolyan tudtak venni. Szerintem most már eljutottunk arra a szintre, hogy talán a férfi alapító társamnál jobban is belástam magam egyébként ebbe a technikai dolgokba, de neki meg nagyon sok más erőssége van egyébként, úgyhogy nekem ez az a folyamatos tanulás, ami az én sikerem kulcsa volt mindig is. Itt az három beszélgetéssel ezelőtt a multi vezetőknek föltették zárásként ezt a kérdést, hogy egy üzenetet a most kezdő magyar piacon induló és nemzetközi sikerre vágyó női vállalkozóknak. Mit üzennétek? Lehet 2 mondat is, nem vagyok nagyon szigorú. Rövid leszek. Építs kapcsolatokat, minél gyorsabban, minél többet. Legyen mentorod. Ez elképesztő hajtóerőt ad. Mentor, kapcsolatok. Andi? Lehet stigulát is húzni, mert mentor. Igen, mentort kipipáltuk, azt nagyon adom én is. Én azt gondolom, én azt üzenném, hogy higgyetek magatokba. Ne higgyétek el azt, ha azt mondják, hogy nem tudjátok megcsinálni, és ne jöjjenek elő ezek a régi beüdegződések, dogmák, hogy mit nem lehet megcsinálni. Igenis higgyétek el, ha én meg tudtam csinálni, akkor ti is meg tudjátok. Ha te meg tudtad... Hát 3 gyerek mellett, ha még hát megtudtam, és még idejöttem úgy, hogy nem visznek el más helyre, akkor azt gondolom, hogy meg lehet ezt csinálni, és nem kell megijedni. Úgyhogy én minden nőnél azt szeretném látni, és arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy álljon bele a helyzetbe. Álljon bele, és higgyen magában. Köszi. Miki? Hú, hát én is ezt a 2 dolgot akartam mondani, de akkor gyorsan kitalálok egy harmadikat. Szerintem, igen, és ez talán kicsit így a higgy magadbanhoz is kapcsolódik. Merjetek hibázni, és ezt nyugodtan ismerjétek be, szerintem, és most nem általánosítani akarok, de nálunk egyébként jellemző, hogy valahogy így a női kollégák és női vezetők jobban befeszülnek, ha hibáznak, és sokszor ez a... De nem én voltam meg... Nyugodtan merjetek hibázni, ez tökre rendben van, fogtok is, főleg az te, hogy az elején végig fogtok, mindig fogtok hibázni, és ezek Ezeket így át kell fordítani, és ne felejtsétek el élvezni, amit csináltok, és én minden női vezetőnek üzenem, hogy nyugodtan építsetek be a munkátokba egy kis humort, a prezentációitokba egy kis humort, mert nálunk, amikor mindig készülünk egy prezentációra, akkor a férfi vezetőkkel azért ülök le, hogy vegyék már egy kicsit komolyabban a tartalmat, mert hogy ennél azért egy kicsit komolyabb szlájdokat kéne összerakni a női vezetőkkel, meg arról ülökre beszélgetni, hogy rakjatok már bele pár mémet, léci, mert hogy így ez így nagyon száraz lesz, és el fogják unni
az egész prezentációt a kollégák, úgyhogy nálunk ez a helyzet, úgyhogy ezt üzenem, hogy humorral álljatok hozzá. Klasszlista, hát itt össze én egyet tennék még hozzá, hogy mutassuk meg azokat a példaképeket, mint amilyenek ti is vagytok, meg Szabina. Keressünk magunknak példaképeket, és hogy tanuljunk tőlük. Próbáljuk meg levonni az ő munkásságukból, meg történeteikből a tanulságokat. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy megosztottátok a tieiteket velünk. Én személy szerint is sokat tanultam, még Andit, pedig Andit már nagyon ismerem, de még Andi történeteiből is. Tied is, Gabi, nagyon tanulságos volt. Köszönöm, Viki, neked is. Hát és azt hiszem, hogy mindenki elvitte a saját kis tudulistáját, remélem ez volt a cél. Köszönjük szépen a figyelmet!